és egy egész fél napot. Dezső testvéreikkel hozom az ő köszöntésüket is nagy szeretettel, köszöntenek benneteket, gondolnak rátok, úgy érezték magukat itt az ünnepen, a húsvétkor, amikor itt jártak közöttetek, és szolgálhattak az Úr kegyelméből. És aztán majd mentünk Botpaládra, Kispaládra, úgyhogy Dániel testvérünk ott aludt Dezső testvéreiknél, mert ő neki az egészségére vigyázni kell, vagy esetleg lehet az ige szolgálatában, nem tudom, hogy az Úr lelke, hogy fogja majd őtet indítni, lehet elmondja, hogy az Úr miből gyógyította őtet meg, és ezért nagyon kell vigyázni az egészségére, éjjel, este már, ha hosszú nap van mögött, akkor nem nagyon szabad neki vezetni, és ő ott aludt Dezső testvéreknél. Hát mi pedig Endre testvére hazajöttünk, nem tudom, hogy a tegnap vagy ma volt az már. Talán ma volt. Úgyhogy hazaértünk, és akkor a testvérünk egy kicsit később érkezett, mint ahogy terveztük, mert Dezső testvérékkel még ott együtt volt reggel, és közösségük volt egymással, és aztán ma voltunk Karcagon, onnan érkeztünk közétek, és arra gondoltunk, hogy se a karcagi testvérek ne, vagyis ne úgy teljen ez a mai nap, ez a pénteki nap, hogy a karcagi testvérek ne részesüljenek abban az áldásban, amit az Úr helyezett a mi testvérünkben, Dániel testvérünkben, és hagyd tudják ők is átvenni, és akkor ti is itt a kis hajdú hatházi közösség gyülekezet is nyerje meg az Úrtól azt az áldást, amit készített testvérünkön keresztül, ezért is jöttünk egy picit később, mint hogy terveztük, nem 5 órára, nem később érkeztünk, de hiszük, hogy ami késett, az nem múlik, hanem az Úr áldása lesz rajtunk. Így azokból a gyülekezetekből és a többi testvérektől is hozzuk a köszöntéseket, kívánják az Úr áldását a ti életetekre, a székényi testvérek, a többi testvérek, a próbák, a magyarok, fogadjátok szeretettel az ő köszöntésüket és azt az igét, azt az üzenetet, amit Kornia testvére